Szántó Piroska munkácsi és Kossuth Díjas kiváló művész 1913-ban Kiskunfélegyházán született. A Móra Ferenc gimnáziumban érettségizett, majd tanulmányait az iparművészeti és a képzőművészeti főiskolán folytatta. Munkássága a sors távolsodort a szülőföldjétől, életének utolsó éveiben azonban ismét szorosabbra fűzte kapcsolatait a Kun várossal. Itt születtem, tehát első pillanattól kezdve, hogy kinyitottam a szememem, félegyházi eget láttam, és félegyházi levegőt szívtam. Egyébként mit csináltatok ebben a félegyházával? Hogy csináltátok ezt? Hát ez egy tüdővész és trahoma raktár volt az én gyerekkoromban, és most egy lombos kert. Csak a piacot sajnálom, hogy nem láthattam. A piac be van lombosodva, a piacra nézett a házunk, a iskolába bentem el kellett menni a paprikás kofák előtt, míg a kötényük is piros, paprika zsíros volt. Nagyon szépek voltak. Volt egy különösen előkelő és szép paprikás asszony, úgy hívták Tüski Őrzsi. Ugye szép neve van? Nagyon. Akkor jó. A mai Móra Ferenc gimnázium első emeletén ott látható egy régi-régi tabló, amelyen az érettségi képe van. Hogyan emlékszik vissza ezekre az évekre? Hát boldog voltam, hát mit képzelsz? Az ember fiatal korában azt érzi, hogy jaj Istenem, mi minden borzasztóság van, és mégis olyan rettentő boldog. És különben is a iskola nagyon mulatságos volt. És hogy más te mondjak, az én osztályomban 4 lány volt, és 32 fiú. Gondolhatod, hogy tánciskolába nem kellett a fal mellett ülni és petrezselymet árulni. És valahogy mindenki olyan kedves volt. Vagy csak én gondolok úgy rá, mert most is megint olyan kedves mindenki hozzám. A gimnáziumban bontakodott ki a rajztudás, rajzkészség? Hát a gimnáziumban már ki volt bontakozva, elég baj az nekem, mert ezt meg is írtam. Az első rajztudásom valahogy negatív eredménnyel végződött, 3 nagymamai pofonnal. Tudnélik, nem volt semmi anyagom, de vasalószén volt, és a istállónak volt fehérre meszelt vala. Nemrég meszelték ki, és én első freskó tervem színhelyének szemeltem ki ezt a frissen festett falat. És nem is akármilyen témával. Mi volt a téma, szabad? Mindenki, aki az udvaron volt, a kis dolgát végezte. A nagyanyám is. A tyúk is, a ló is, a kecskék nem volt, de az se lett volna utolsó. A tyúk is, a kakas is, a ló is, a csirkék is, mindenki. A kácsa, főképpen a kácsa produkál. De ezt még csak eltűrték volna, de nagymama is ott áll, és az egyszerűség kedvéért le se googolt. Jó. Csak úgy mondom. Szóval néha, hát eléggé fölpofozott érte, de most látom, hogy igaza volt. Különben nagy szellemek találkoznak, így és Gyula is hasonló dolgot említ a gyerekkorából. Nem tudom, miért izgatott az bennünket, gyerekeket, hogy mindenki másképp csinálja. Ki volt a gimnáziumi rajztanárja? Rajztanárom Bíró Béla volt, akiben halálosan szerelmes voltam. Csók növendék volt, friss, nem tudtátok? Csók növendék volt, frissen szalajtották az akadémiáról, tehetséges volt, vidám, fiatal, és meglehetősen sikere volt félegyházán, már a hölgyeknél is, és amúgy is, de észre is vett, de csak annyira, hogy megállapította, hogy az egész fecske rajba, mert volt neki egy külön rajztanfolyama, akivel én is jártam, egyszer a nagynénémet megszállta a Szentlélek, és befizetett egy nyári tanfolyamra. Annyit tudott, hogy
Én vagyok egyedül tehetség, és az egész fecskegajba talán festő lesz belőle, de a nevemet se tudtam megjegyezni, szegény, mindig csak Izékének nevezett. Ön 1931-ben elkerült Kiskunfélegyházáról. Rövidesen az Európai Iskola tagja lett. Hogyan emlékszik vissza ezekre az évekre? Elkerültem Félegyházáról. Érettségi után valóban utaztam, mint az őrült Pestre. Nem volt nagyon fényes a gyerekkorom, de a testvérem várt Pesten azzal, hogy itt most van megtanulok festeni. Hogy emlékszek vissza erre az időre? Mély nyomor volt. Amit dehogy besélek el, úgyse hiszik el. Az ősöknek mondják a fiatalok, minden bajuk volt. Dehogy. De az biztos, hogy a főiskola mellett állandóan külön munkát vállaltunk. Én részemről az MK-ben mosogattam éjszaka. A fiúk elmentek havat lapátolni. Ez ismerős, ma is vannak ilyen egyetemisták, főiskolások. Szentendre, a művészet egyik fellegvára. Szántó Piroska kedvelt tartózkodási helye. Sajnos elvarázsolt. Ahogy Félegyházát csak megszoktam, megszerettem, úgy Szentendre elvarázsolt, mert két kép volt. Ahova nézel, ott kép volt, és mindegyik más. Nem volt egy utcasarok, ahonnan három felé nézve háromféle dolgot nem lehetett mondani. De ha nagyon sokat kérdezősködöl még, akkor elmondom. Az, hogy Szentendre meghódított. De ma délután éreztem először azt sok-sok éve, hogy a nap süt. Érti? Meg Budapesten is süt a nap. De süt a nap. És van hűvös oldal. Az ember úgy érzi, hogy van helye, levegője, de nincs beszorítva. És délután lefekszik egy ismeretlen ház, ismeretlen szobájába, hűvös szoba van és nyár van. És valahogy minden valóságos. Azt hiszem, hülyén fejezem ki magam, de... Nem, nagyon-nagyon pontosan. De az a lényeg, hogy minden igazi, ha a templom, a ótemplom óráján a komoly ezüst mutató rám néz és azt mondja, hogy fél öt, akkor ez egy megdönthetetlen idő. És hogyha azt mondja, hogy 9-10 perc múlva az az idő, az a, nem azt mondom, hogy a Greenwichi idő, de nekem a Greenwichnél Greenwichebb idő az. Az ön sorsa összekapcsolódik egy nagyszerű költőjével, Vas Istvánéval. Tekintettel arra, hogy 50 esztendeig éltünk együtt, nem is kerek, hanem még egy kicsit több, mint 50 esztendeig, persze, hogy összekapcsolódik. Nagyon szeretem az uramat, nagyon jól megértettük egymást mindenben. Műveiben hangsúlyt kap a vegetáció, a világ és az állatvilág. Tudnilik tele van csodával. Tele van csodával, amit az emberek a sok hülyeségtől, amivel tele van a fejük, nem vesznek észre. Állnának csak meg egy pillanatra, bontanák szét ennek a, nem tudom a nevét, itt nyílik a üvegotokban fehér virágnak egyetlen szirmát, látnák, hogy a geometria is jelen van, és a romantika is. A szépség és a valóság is. Valahogy ez a kettő van együtt a növényben, ez van a napraforgó egyetlen szemecskéjébe, amit az ember a fogakhoz szétharap, holott, ha nem harapná szét, jövőre megint egy aranykoronás királylány lenne belőle, nagy zöld szoknyával. Szántó Piroskát Kiskunfélegyháza 1998-ban díszpolgárává választotta, emlékét, munkásságát állandó kiállítással őrzi a Kiskun Múzeum.